Klubrádió által megkérdezett kertészmérnök úgy véli, a civilek és a természetvédők aggodalma is jogos. Megyeri Szabolcs szerint Magyarországon több évtizede általános kudarcnak számít, hogy nincsenek átgondolt fatelepítések. A sikertelen parkosításért pedig a mindenkori vezetés a felelős. A növények növekedéséhez, a fák felnövekedéséhez kiegyensúlyozott, kiszámítható társadalmi gazdasági környezet szükséges. Magyarországon az elmúlt 25 évben ez a 4 évenkénti váltás, ez a pusztító cikk-cakk furán hangozhat, de ez épp úgy kihat a fákra. Igazából egy társadalomnak az erősségét vagy a gyengeségét mutatja meg az, hogy képes-e arra, hogy nagy lombfelületeket létrehozzon. Sajnos Magyarországon azt kell mondanom, hogy ebben még nagyon elesettek vagyunk, és tulajdonképpen, ha megnézzük ezeket a 89 utáni telepítéseket, akkor rendre kudarccal találkozunk. A kertészmérnök szerint sem a civilek, sem a hozzáértő szakemberek nem tudják, hogy milyen koncepció áll a városligeti fák kivágása mögött. Ezért a Liget projekt vezetőinek azonnali párbeszédet kell indítaniuk a kertész szakma képviselőivel és a parkot használó budapestiekkel is.